Sziasztok, Borics Ádám vagyok, profi MMA harcos. Hétvégén érkezik egy újabb pay-per-view gála, a UFC 292, én pedig jövök nektek a szokásos tippelde videómmal. A mai videóban 4 mérkőzést fogunk megnézni a main cardról, a fő mérkőzésünk Aljamain Sterling lesz Shane O'Malley-vel, 135 pontos, azaz a 61 kg-os UFC címért fog menni, ugye Sterling a bajnok, O'Malley a kihívó, mind a két személyiség olyan, akit vagy nagyon szeretnek, vagy nagyon utálnak, O'Malley az egyik olyan harcos a UFC-ben, akit már egy idő óta építenek, egy nagyon eladható személyiség, nagyon jól bunyózik, nekem a Peter Jan elleni mérkőzésen bizonyította azt, hogy nagyon jó harcos, de szerintem azt a mérkőzést amúgy elveszítette, azt adatták neki. Ugye Sterlingnek az utolsó mérkőzése Henry Cejudo ellen volt, és Sterling azt nyilatkozta, hogy valószínűleg ez lesz 99,9% az, hogy ez lesz az utolsó mérkőzése 61 kg-ban. Ugye ez a 165-170 pont, ez körülbelül annyi, amennyi én vagyok, 75 és 77 kg között. Innen lefogyasztani 61-be, az tényleg nagyon kemény, és ezzel is indokolta, hogy valószínűleg ez lesz az utolsó mérkőzése. De szerintem egy nagyon jó főmérkőzést kapunk a co-main eventben, egy újabb címmérkőzést, de erről majd később. Nézzük meg az első mérkőzést a main cardon, vagyis azt a mérkőzést, amit most én kiválasztottam, 4 mérkőzést fogunk megnézni, szóval kezdjük! Első mérkőzésünk az Marlon Vera lesz versus Pedro Munoz. Marlon Vera ugye 22-8-as mérleggel rendelkezik, egy elég jó győzelmi szériában volt, de sajnos az utolsó mérkőzését elvesztette Corey Sandhagen ellen egy split decision-nel. Pedro Munoznak az utolsó mérkőzése győztes, ő egy 27-es mérleggel rendelkezik. Nekem Marlon Vera teljesítménye az utóbbi időben nagyon impresszív volt. Nagyon jó harcosnak tartom, elég magas a súlycsoportban, nagyon jó kondival rendelkezik, jó mixeli az állóharcot a földharccal is, de leginkább állóharcot erőlteti. Pedro Munoz egy sokkal alacsonyabb harcos, valamint a kora is az már szerintem, igen, ő már 36 éves, Marlon Vera pedig 30 éves, tehát a kor az mindenképpen Verának fog kedvezni. Ez egy elég jó mérkőzés lesz, ez a 135 pandos mezőny amúgy is nagyon erős a UFC-ben. Aljamain Sterling ugye már 4 vagy 5 mérkőzés óta birtokolja a címet, de ahogy mondtam már korábban, ő valószínűleg ez lesz az utolsó mérkőzés a 135 pandban. Marlon Vera fogja hozni ezt a mérkőzést, akár pontozással vagy kiütéssel. És menjünk tovább, következik a következő mérkőzésünk. pontban fog összecsapni Neil Magny Ian Garyvel szemben. Azt tudni kell, hogy Ian Gary eredetileg rajta volt ezen a fight cardon, Neil Magny viszont pár napja jelentette be, hogy ő beugrósként fog bunyózni. Neil Magny 28-10-es mérleggel rendelkezik, majdnem 40 mérkőzése volt, Ian Gary pedig egy 12-0-ás ír srác. The Future azt a lendületet próbálja meg visszahozni, ami Conor McGregorban volt. Az első mérkőzésén is mondta, hogy we're gonna take over. Egy fiatal harcosról van szó, a Cake Cliffs FC-ben edz, ott Floridában, ahol én is. Egy impresszív 12-0-ás mérlege van. Leginkább állóharcos, nagyon magas a súlycsoportjában, de szerintem még ilyen ellenfélelmű Neil Magny nem találkozott, ilyen körülbelül emberrel. Szerintem itt egyértelműen egy állóháborút láthatunk majd, Ian Garynek nagyon jó fejrúgásai vannak, leginkább ezt a bal csapot, jobb egyenes követőlábat szereti, jó vére is van, volt már megfogva a meccsen és onnan visszajött. Szerintem ez lesz az első igazán nagy test számára. Neil Magny, nem azt mondom, hogy egy top welterweight, de azért ha egyik legjobbak között sorolható, szerintem top 10-ben benne is van, vagy nem vagyok benne biztos, de a lényeg az, hogy beugrós lesz, tehát utoljára júniusban bunyózott Phil Rowe ellen, egy split decision-nel nyert, azelőtt ugye Gilbert Burns-től kapott ki. Safkattal is bunyózott már, ott is második menetben kikapott. Szóval igazán nagy nevektől kikapott, akik most toppon vannak. Ian Garynek én úgy gondolom, hogy ez egy újabb szintlépés lesz. Valójában neki szurkolok, mert
egy szimpatikus ráncról van szó. Utoljára Daniel Rodriguez-t verte meg fejrúgása, azelőtt egy káos győzelme volt, nem emlékszek pontosan, hogy ki ellen. De ez mindenképpen egy szintlépés lesz számára. De én ezt nem tartom olyan egyértelműnek, ezt a Iyengeri győzelmet, mint mondjuk a Tapology olvasói azt mondják, hogy 92%-a azt mondja, hogy Iyengeri fog nyerni. Én azt mondom, hogy azért benne van Neil Magny győzelme is, de egy ilyen 60-40%-ra mondom azt, hogy Iyengeri hozni fogja ezt a mérkőzést. Fiatal, benne van a lendület, nagyon sokat fejlődik folyamatosan. Szerintem nagyon jó fizikális adottságai vannak 77 kg-ban, szóval azt mondom, hogy pontozással Iyengeri hozni fogja a mérkőzést, de ha kicsit merészebbek vagyunk, akkor Neil Magny az underdog, szóval benne van az esély. Én egy 60-40-re mondom azt, hogy Iyengeri hozni fogja ezt a mérkőzést. És érkezünk a co-main eventhez, egy címmérkőzés lesz, Weili Zheng fog összecsapni Amanda Lemos ellen. Zheng ugye kínai származású, 23-3-as mérleggel rendelkezik, Lemos pedig 13-2 rekordja van. Megnéztem Amanda Lemos utolsó mérkőzését, csak egy kis frissítésképpen. Ugye mind a kettejük, Zheng és Lemos is állóharcosak, Lemos leginkább a horgokat erőlteti, ő is elég erős fizikálisan ebben a 115 pantban, azt hiszem ez 57 kg, nem, ez még kevesebb, 52, 125 pant az 57 kg. Zheng ugye a bajnok, úgy gondolom, hogy így összességében előreláthatóan szerintem Zheng fog nyerni. Zheng nagyon-nagyon erős fizikálisan, és ő hozta, meg Joanna hozta össze szerintem az All The Time legjobb női bunyót, amikor bucira verte Joannának a fejét, az nagyon kemény volt, ott lehetett látni, hogy Zhengnek iszonyatos fizikális ereje van ebben a súlycsoportban, nagyon jó állóharca van, és a takedownokban viszont nagyon erős, ott kihasználja a fizikai erejét. Lemos is egy elég erős fizikálisan ebben a női súlycsoportban, az ütései elég kemények. Az utolsó mérkőzése, igen, azt néztem meg, egy harmadik menetes KO volt, ott lehetett látni, hogy azon a mérkőzésen nagyon nagy ütései vannak, de nem olyan technikás, mint Zheng szerintem, főleg ezeket a hajlított karú ütéseket erőlteti. Kicsit ilyen paraszból üti, de nagyon nagy erő van benne. Én úgy gondolom, hogy Zheng hozni fogja ezt a mérkőzést, és akár idő előtt is be tudja fejezni, sőt én azt mondom, hogy idő előtt Zheng be fogja fejezni, és továbbra is ő lesz a UFC bajnoka. Megyünk tovább, elérkeztünk végre a főmérkőzésünkre, ami a 61 kg-os címé fog menni, amiről már a videó elején beszéltem egy kicsit. Aljamain Sterling fog összecsapni Shane O'Malley-vel szemben. O'Malley-t már régóta építi a UFC, ugye a Dana White Contender Series-ben fedezték fel igazából. Egy igazi egyéniség, aki nagyon szereti a zöldet, és ezt mutatja is a közösségi médián. Ezzel nagyon sok elérése van. Egy különleges személyiség, aki nagyon jól bunyózik, nagyon jó boxtudása van, nagyon jó ütemérzéke van. A földharca nem olyan erős, sőt elég magas ebben a súlycsoportban, és ezért nincs is akkora izomtömeg rajta, mint mondjuk Aljamain Sterlingen, sőt szerintem nem is fogyaszt olyan nagyról, mint Sterling. Kíváncsi leszek, hogy egyáltalán Sterling hozni tudja-e majd a súlyt. Ő már nyilatkozta azt, hogy nagyon megviseli őt ez a nagy fogyasztás, ahogy mondtam, ilyen 75-77 kilóról megy le 61-re, ami azért nem megszokott, így általában azért egy 10 kg-os fogyás megszokta állítani a bunyósokat, maximum annyit szoktak fogyasztani, azt szerintem még belefér. Maximum 10-11 kg szerintem a nagyon határ, de ez a 75-77 kg-ról lemenni 61-re, ez tényleg nagyon kizsigerelheti Sterlinget. Alapvetően egy nagyon szálkás srácról van szó, birkózó alapokkal rendelkezik, és abban nagyon jó, hogy leviszi az ellenfelét, aztán felmegy a hátára, és onnan Grand and Pound-dol, vagy akár egy submission-nel be tudja fejezni. Egyértelműen ezen a mérkőzésen szerintem O'Malley arra fog menni, hogy állva tartsa a küzdelmet, próbálja majd tartani a távot, Sterling pedig mindenképpen szerintem a fizikai erejét kihasználva mindenképpen a földharcot fogja erőltetni.
Ez is egy húzós mérkőzés, benne van, hogy Omelin nyerni fog, de én úgy gondolom, hogy Sterlingnek a fizikai ereje, valamint a birkózó tudása, az ha pontozással megy végig a mérkőzés, akkor mindenképpen Sterlingre tennék, de ha Omelin megfoghatja szerintem Sterlinget, hiszen nagyon jó ütemérzéke van. Igaz, hogy Omeliben szerintem Omeli is tudhatja azt, hogy az utolsó mérkőzését nem olyan tisztán nyerte meg. Én úgy gondolom, hogy ott viszont bebizonyította számomra, mert Peter Jan ellen bunyózott, hogy igenis nagyon kemény, mert Peter Jant még nem láttam így megszorongatva, így megütve. Az egy csalódás volt számomra a UFC-től, de értem a marketing vonalát, hogy miért Omelit tolták. Ez egy life-changing lehetőség, szóval biztos vagyok benne, hogy nagyon motivált. Mindenképpen azt kell erőltetnie szerintem, hogy tartsa a távot, de biztos, hogy erre a gameplanre készülnek. És Omelinek tényleg nagyon jó ütemérzéke van, és van is erő az ütéseiben, a spinning kickje is jók. Sterlingnek egy elég, hogy mondjam, ilyen weird stílusa van, az állóharca nem olyan letisztult, de pont ezért nagyon kellemetlen, és biztos, hogy nagyon erős fizikálisan. Ha most így választanom kell, akkor én azt mondom, hogy Sterling hozni fogja pontozással ezt a mérkőzést, de amúgy örülnék, ha Omeli megfogná állva Sterlinget, és egy kis vérfrissítés hozna a 135 pontban. Ugye, ahogy Sterling mondta korábban, hogy ez az utolsó mérkőzés a 135 pontban, szóval szerintem a UFC is azt szeretné, a Omeli nyerni ezt a mérkőzést, és kicsi vérfrissítés lenne a 135 pontban. Nem tudom, hogy ki lehetne a következő kihívó, majd írjátok le kommentben, ha mondjuk Omeli nyerne, hogy szerintetek ki lenne érdemes 61 kg-ban a címmérkőzésre. Ja, és tudjátok, hogy mindig szoktam itt a videó alatt indítani egy nyereményjátékot, hogy ez a négy mérkőzés, amit most megnézünk, írjátok le a tippeket, hogy ti mit gondoltok, hogy ki fogja nyerni a mérkőzést, és ha eltaláljátok a mérkőzések kimenetelét, akkor a mai alkalommal most egy Naturkén CBD olajat fogok nálatok kisorsolni, 15%-os CBD olaj, szóval várom a kommenteket itt a videó alatt. Ennyi lett volna a mai UFC 292-es tippelde videó. Köszi, hogy megnéztétek, és hamarosan találkozunk a következő videóban. Addig is, szevasztok!